Magyar Péterék pánikszerű törlésbe kezdtek, hogy eltüntessék a letartóztatott Tisza aktivista nyomait. Erről írt a riposzt. Először a Mandinere jelent meg, hogy cigaretta csempészésért letartóztatták a Tisza párt vezető szervezőjét, neki ugyanis nem volt mentelmi joga. Később a párt a magyar nemzetnek elismerte, hogy az aktivistájuk érintett a bűnügyben, ezért törölték a regisztrációját. A riposzt szerint azonban a Magyar Péterrel és a Radnai Márkkal készített közös fotóit is eltüntették. A férfi egyébként a múlt héten részt vett az MTV a székház előtti tüntetésen is. A riposzt azt írja, ő látta el például láthatósági mellényel Magyar Péter médiabrigádját. Nagyon szívesen az járok hogy oda elkísérem ön, biztosítom, és élőben be tudja játszani, amit játszanak. Magyar Pétert próbálta népszerűsíteni ez a tüntető az mtv székháza előtt egy hete. A férfi fehér melegítő felsőjén az volt olvasható, hogy Tisza-sziget, illetve hogy szolnok. A Tiszapárt szolnoki koordinátorát tartóztathatták le cigaretta csempészet miatt. Erről a Mandiner írt pénteken. A lap információi szerint négy személlyel szemben született kényszerintézkedés, jelentős értékre elkövetett pénzmosás büntettének gyanúja miatt, mivel esetükben fennáll a szökés, az elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye. Szerintem az ügyészség neveket nem közöltem. Egy az ügyre rálátó informátora a Mandinernek azt mondta, az egyik gyanúsított nem más, mint a Tiszapárt szolnoki, illetve Jász nagykun szolnok vármegyei koordinátora, aki egyébként részt vett Magyar Péter pártjának az MTVR székház előtt tartott tüntetésén is. Az ügyben a Magyar Nemzet kereste a Tiszapárt sajtóosztályát, amely azt válaszolta a lapnak, a letartóztatott tiszás politikus regisztrációját azonnal törölték, azaz elismerték, hogy a párt megyei koordinátora az egyik gyanúsított. Miután mindez nyilvánosságra került, izgatott kommunikáció kezdődött Magyar Péter közösségi médiás felületein, adta hírül a Mandiner. A pártelnököt ugyanis figyelmeztették, jó lenne eltüntetni a cigaretta csempészet miatt letartóztatott aktivista fotóit, különösen azokat, amelyeken Magyar Péterrel, Nagy Ervin színésszel vagy Radnai Márkkal a Tisza alelnökével pózol. A fényképek percekkel később el is tűntek a nyilvánosan elérhető felületekről, de a riposzt munkatársainak még sikerült lementeni néhányat. Semmit nem adok, önök Ebből kiderült, arról az aktivistáról van szó, aki egy hete még Magyar Pétert éltette, a közmédiát pedig becsmérelte az M1 kamerája előtt. Október 5-ére demonstrációt hirdetett a Tiszapárt, illetve Magyar Péter a közmédia épület elé. De nem csak a Tiszapárt frontemberei körül tűnt fel, a cigarettacsempészet gyanúja miatt letartóztat, szolnoki férfi. Azt, hogy lopnak, az sajnos már köztudott. Felbukkant Magyar Péter öcsének, Magyar Mártonnak a napokban indult YouTube csatornáján is, ahol a megszólalók kivétel nélkül a kormányt és a közmédiát támadták. A riposzt információi szerint a tiszapárti aktivisták most feladatul kapták, hogy minden felületet gondosan átvizsgálva teljesen tüntessék el a már hosszú hónapok óta a Magyar Péterrel szorosan együtt dolgozó cigaretta csempész nyomait, hogy a nyilvánosságra került bűncselekményt a lehető legkevésbé lehessen összefüggésbe hozni a pártelnökkel. Az origó közben arra hívta fel a figyelmet, hogy az esetnek több tanulsága is van, de az egyik legfontosabb az, hogy szemben Magyar Péterrel a pártfunkcionáriusnak nem volt mentelmi joga, így nem tudta kikerülni, hogy eljárást folytassanak le vele szemben.